Jó estét kívánok, kedves nézőink! Az elmúlt hétvégén, ahogy arról már többször is hírt adtunk, Székesfehérvár volt a falmászás fővárosa, hiszen egy időben, mint szombaton, mint pedig vasárnap két jelentős országos falmászóversenynek adott otthont a két fehérvári klub. Egyrészről a Rotpunkt sziklamászó egyesület, másrészről pedig a Red Rock. Magyar Kupa forduló is volt mind a két verseny, és erre, ahogy ezt talán már említettem, soha nem volt még példa. Most megmutatjuk önöknek, hogy hogyan is zajlott a verseny az István Király Általános Iskola tornacsarnokában, ahogy ugye a nehézségi sziklamászók versenyeztek. Aztán pedig itt a Bajnokok Városa stúdiójában, majd Grósz Ákossal, a Red Rock mászóterem vezetőjével, vezetőedzőjével, elnökével beszélgetünk. A gyorsaság számít, itt az számít, hogy elérjük a fal tetejét. A különböző színű fogásokból különböző nehézségű utakat építettünk, 10 darab selejtező út van. Aki mind a 10-et teljesíti, az biztosan bekerült a döntőbe, de itt a legkönnyebbtől az extrém nehéz utakig vannak felrakva utak. Úgyhogy fel kell kötni a gatyáját annak, aki mind a 10-et teljesíteni szeretné. Hála Istennek növekedett a létszám, többen vagyunk, a két csoport van mai napon, 60 főt tudtunk fogadni a teljes kihasználtság mellett, úgyhogy telt ház van, hála Istennek idén is, ahogy eddig is. Csak ugye idén már kétszer akkor a falfelületen van telt házunk. Ugye idén most már Magyar Kupa fordulót szervezünk, a tavalyi évig ez nem volt. Ez azt is jelenti, hogy sokkal több korosztályunk van, mini korosztálytól egészen a szenior korosztályig. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy tegnap volt 5 éves versenyzőnk is, ma pedig lesz 50 fölötti versenyzőnk is. Úgyhogy... Tehát hányan indulnak? Egyáltalán mennyire népszerű, vagy mennyivel népszerűbb mostansága a falmászás itt Fehérváron? Hála is ennek egyre népszerűbb. Ugye van nálunk a nehézségi falmászás, hála Istennek a projektnek köszönhetően edzéseinkkel 20-30 főről, most már 40-50 főre növekedett a látogatottság, és ugye van a Red Rock mászóterem, ahol bulderezni járnak a srácok, és ott is egyszerűen nem győz költözni a Red Rock nagyobb helyre, mert mindig telt ház van. A tavalyi évben az önkormányzat támogatása által sikerült a falunkat felújítani, illetve a méretét kétszeresére növelni, illetve ennek következtében ugye annyira megnövekedett a létszámunk, hogy heti egy alkalomról heti két alkalomra nőtt az edzéseink száma is. Az a fal, amit mögöttünk láthatunk, és ami végül is ennek a versenynek a helyszíne, ezt az önkormányzat támogatásából sikerült részben kiegészíteni, egy új részben, részben a régit felújítani, és nyilván ezt tette lehetővé azt, hogy egyrészt a közösség itt bővülni tudjon Fehérváron. A szervezők, a közösség vezetői azt mondták, hogy ez sikerült is, mert mióta ez a fejlesztés megtörtént, javultak a infrastruktúrális feltételek, jóval többen járnak, és ez volt valahol a cél, úgyhogy megérte. Másodszorban nyilván egy iskolán belül került ez elhelyezésre, tehát az ehhez kapcsolódó működtetési, üzemeltetési feladatokat a tankerülettel közösen a város nagy mértékben, arányban meg tudja oldani, és lehetővé tudja tenni például azt, hogy hétvégenként is akár egy ilyen ország egészére kiterjedő versenyt lehessen rendezni. De hát itt most beszélgettünk arról, hogy érdemes is lenne talán ezt a fejlesztést folytatni, van itt a teremnek egy másik oldala is, szinte kiállt egy ilyen fal után. Komoly érdeklődéssel figyeli a versenyt, talán kedvet is kapott polgármester úr a falmászás? Kedvent kaptam, de aztán látva a gyerekeket és a fiatalokat, azt gondolom, hogy látszik, hogy hova lehet elérni, ha valaki ezt gyermekkorban kezdi. De nyilván mi minden mozgásforma, azt gondolom, hogy fontos. Fontos az egyén életébe is. Városként meg törekszünk arra tudatosan, hogy minél több sportágnak meglegyen a saját otthona, a saját infrastruktúrális feltételrendszere, és ezáltal a lehetőséget megkapják ahhoz, hogy egyrészt ők maguk
fejlődhessenek, másrészt közösségként pedig gyarapodhassanak azzal, hogy újabb és újabb érdeklődők jönnek, azt az érdeklődőbb lesznek azok, akik ott is maradnak, és lesznek aztán azok, akik korosztályos vagy felnőtt versenyen elindulnak. Ne felejtsük el, hogy ez is hamarosan egy olimpiai sportággá válik, tehát oda lehet jutni ebből a sportágból is majd az olimpiára, és hát ezekben a sportágokban Fehérvár szeret ott lenni a magyar élmezőnyben. Azt gondolom, hogy ebben a sportágban is megvan ez a lehetőség. Kell hozzá infrastruktúrában még fejlődni, más pályákat is lehetőségként kell alakítani, ki lehessen alakítani, de hát bízunk benne, hogy ezt a következő években együttes erővel meg lehet teremteni. Az nagyon fontos, hogy megvan a helyi közösség, tehát megvan az, aki ezt csinálja, mert mi tudunk támogatást adni, de akkor van ennek értelme, van valaki, akinek támogatást lehet biztosítani. Itt helyben azt gondolom, hogy megvan ez a közösség szerencsére. Nehézségei mindegyik más, és amelyik a legnehezebb a versenyen, ha az valakinek sikerül, az egy igazi nagy élmény, és így viszi tovább a lendület. A korábbi versenyeid közül melyikre vagy a legbüszkébb, és miért? Melyik az az eredményed, ami a lehető legjobb? Én egy külföldi versenyen Petszenben indultam, és arra voltam a legbüszkébb, mert az volt a legelső, és ahhoz képest nagyon jól teljesítettem, nem lettem dobogós, de nagyon jól teljesítettem ahhoz képest, hogy az első külföldi versenyem volt. Mit jelent számodra az, hogy itt most hazai pályán, hazai falon versenyez? Egy kicsit biztosabb vagyok, így magabiztosabb az utak megmászása közben, de az a verseny izgalom az még mindig bennem van, de kicsit megnyugtatóbb a hazai környezet. Hosszú távon egyébként mi a legnagyobb célod falmászóként? Hosszú távon a sziklamászásra szeretnék ráhangolódni, és még a műfalra is, és az olimpiára szeretnék majd a 2024-esre kijutni, ha engedi az erőm, az időm, és persze mindenki is. No hát, kedves nézők, ilyen a nehézségi falmászás, de most átugrunk egy másik helyszínre, legalábbis gondolatban, és némileg majd képileg is. A Bulder szakák képviselői a fehérvári Red Rock mászóteremben küzdöttek meg a magassággal, és hát a Bulder szakák keretében azért jóval kisebb magasságokról van szó, itt elsősorban az ügyesség a lényeg, de hogy is van ez, azt elárulja itt a stúdióban Máris Grósz Ákos, a Red Rock mászóterem vezetője. Edzője, köszöntelek a stúdióban. Jó estét kívánok, köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. No, hát mielőtt rátérünk magára a szakágra, kérlek, hogy értékeld ti szempontotokból, milyen volt ez a verseny hétvége? Hát igazából nekünk is újdonság volt egyrészt az, hogy itt a Rotpunkttal együtt tudtuk szervezni a versenyt. Igaz, hogy egymástól függetlenül, de célzottan párhuzamosan ment a két verseny. Pont azért, hogy egy kicsit életet is hozzunk, vagy egy kis mászó életet hozzunk ilyen szempontból a városba, illetve a mi szempontunkból nagyon izgalmas volt az, hogy nem volt még ennyi nevezőnk, tehát az előző években ilyen 70-80 fő volt nagyjából a résztvevőink száma, és most ugye ilyen 120 fő volt, tehát ez egy logisztikailag is egy kihívás volt. De szerencsére én úgy érzem, hogy jól vettük az akadályokat, a visszajelzések alapján nem voltak, tehát elégedettek voltak lényegében a versenyzők is, ami a legfontosabb. Versenyzés szempontjából pedig én azt gondolom, hogy egy nagyon jó verseny volt, tehát születtek fehérvári sikerek, sőt nekem, én azt gondolom, hogy a legnagyobb sikerünk az az, hogy ugye van itt több kategória, és ugye van egy nyílt felnőtt kategória, a nyílt felnőtt kategóriában lényegében van ugye egy férfi és egy női oldal, és a nyílt női versenyt az tulajdonképpen egy fehérvári versenyző, a mi versenyzőnk nyerte meg, Sándor Réka. Nagyon izgalmas volt a döntő, tényleg ez a klasszikus egy mozdulaton múlott a győzelem, de hát ez erről szólt, tehát ez egy nagyon nagy élmény volt, és egy nagyon nagy visszajelzés nekünk arról, hogy amit csinálunk, az jó. Ugye a Bulder szakák esetében azért jóval kisebb a magasság, de hát ez cseppet sem jelenti azt, hogy mondjuk könnyebb lenne
felkapaszkodni. Abszolút, ugye? Abszolút nem. Igazából én azt gondolom, hogy a két sport, tehát a két mászás kategória tökéletesen kiegészíti egymást ilyen szempontból. A boulderban nagyon sok technikát lehet megtanulni, erősíteni nagyon sokat lehet, és igazából ez nagyon hasznos mondjuk annak is, aki nehézségi mászó. A bulderezőknek meg igazából a magasságot, a kötéltechnika, persze kötéltechnika nem kell a bulderban, de mondjuk ha kimennek sziklára, akkor azért az fontos. Ezeket meg lehet szépen tanulni a nehézségi mászásban. És igen, a látszat ellenére, hogy most az ember 3-4 méteres magasságban mászik, de azért, és szivacs van alatta, azért tud ez pszichésen kihívásokat okozni, hogy egy-egy pontból átmenni, vagy megoldani egy-egy feladatot, ugye egy fogás kombinációt. Ezek azért nagyon izgalmas kihívások edzéseken is. Mondjuk ezek a szakágak, ezek abszolút egymásra épülnek? Tehát ha valaki mondjuk elkezdi a mászást, akkor mondjuk érdemes a bulderrel kezdenie, és azt csinálni tovább, aztán párhuzamosan a nehézségi mászást, vagy ez hogy működik? Hát igazából ez egy érdekes kérdés, ugye, mert alapvetően ugye a lényegében a köteles mászás volt, ugye, amit még Angliában az 50-es, 70-es években egy tornatanár fejlesztett ki arra, hogy ugye a tél ne vesszen el igazából, és télen lényegében lemodellezte azt a sziklafalat, amin kint mászott, és akkor azon próbált, tehát az iskola tornatermében azon próbált meg edzeni, és akkor így, mire visszament, jött újra a tavasz, akkor előrébb volt vele, mert sokáig az volt, hogy tavasztól őszig másztak a mászók a sziklán, és utána volt egy ilyen üres szünet, amiben ugye visszaépült az izomzat, nem tudtak fejlődni. Tehát ebből született az egész sport, és hál' Isten már egy ilyen önálló életet él. És ugye a bulderezés ennek egy ilyen különleges, sziklán azért egy extrémebb verziója, hiszen a sziklán úgy kell elképzelni a bulderezést, hogy ugye ott sincsen kötél, és azért ott ilyen 4-5-6 méteres, hát 6 méter az már ilyen határeset, de ilyen magasságokban is másznak, és ugye vannak ezek az úgynevezett crashpadok, ilyeneket pakolnak, dobálnak be a mászó alá, lényegében az oda van téve, és akkor erre tudnak esni. Na most ugye azért az nem mindegy, hogy egy ilyen mindenféle szivacsos felületen, mondjuk egy ilyen lejtőnre érkezik, tehát az egy kicsit extrémebb kihívás, és akkor ennek egy ilyen nagyon barátságos verziója tulajdonképpen az, ami a falmászóteremben van. Hogy a kettő hogyan kapcsolódik egymáshoz, lényegében bulderezni egy kicsit egyszerűbb elkezdeni, mert nem kell hozzá mászópár, nem kell hozzá kötéltechnika, tulajdonképpen egy mászócipő és egy zsiazsák kell, és aztán abból szokott az következni, hogy kipróbálják az emberek ezt, és utána elkezd őket vonzani a magasság, és akkor mondjuk van lehetőség mondjuk egy alap, de mondjuk nem gondolom, hogy alapmászó tudás kéne a köteleshez is, tehát hogy azt is akár kezdőként el lehet kezdeni, csak ritkábban találkoznak vele valószínű. És tulajdonképpen a kettő itt tud egymáshoz kapcsolódni, erősítik is egymást, illetve még van ugye a sportmászásnak ugye egy harmadik ága, a gyorsasági mászás, ugye itt pedig időre kell felmenni meghatározott fogáskombinációkon. Itt ugye azért érdekes, azért kezdtem ezt elmesélni, mert ez a három tulajdonképpen most majd Tokióban mint egy triatlon lesz jelen, tehát a minden versenyzőnek minden háromba indulnia kell. Ez egy kicsit a sportá, tehát így a mászás szempontjából egy kicsit ilyen ellentmondásos, de ugye mivel hogy kapott a mászás egy lehetőséget, így ezekkel a keretekkel gazdálkodik, és ez egy fantasztikus nagy ajándék, azt gondolom, hogy ott lehet Tokióban a mászás. De alapvetően teljesen más, tehát ha izomzatot nézünk mondjuk mondjuk versenyzőknél, akkor teljesen más mondjuk egy bulderesnek és egy nehézségi mászónak, egy gyorsasági mászó meg... Tehát az meg igazából nem is a mászásról szól olyan szempontból, hiszen sokkal inkább, mint egy sprintfutó, tehát az nagyon, nem nagyon lehet más. Egyszerre mind a háromban, vagy... Nagy kihívás. Van rá példa, most már van rá precedens, hogy van, aki mondjuk kettőbe, de a gyorsasági akkor is kívül esik ezen, és ugye majd most egy pár hónapja derült ki, hogy ugye Párizsban lesz majd ugye a rákövetkező olimpia, és a párizsi, vagy tehát Franciaországban az olimpián is bekerült a mászás, ott már kicsit variáltak ezen, de ott is még a nehézségi és a boulder az együtt lesz. Tehát, hogy de a tendenciát nézve az azt jelenti, hogy azért ezek szépen, ahogyan a nemzetközi versenyeken és ahogy a világbajnokságon is van, ezek azért elkülönülnek egymástól. És szerintem az olimpián is ez lesz majd a cél, hogyha lesz erre majd lehetőség. A mászóitok, vagy egyáltalán a fehérvári mászók mennyire sziklamászók is, és a mászás
csarnoki verziói, azok mennyire adják, vagy tudják visszaadni a természetes környezetet? Hát mozdulatokban azt gondolom, hogy vissza tudják adni, de magát az élményt, meg az egészet semmi, tehát abszolút nem. Edzeni nagyon jó rá. Nálunk egyébként az is egy tendencia ilyen szempontból, vagy hát egy ilyen szokás, hogy akit azért jobban vonz a sziklamászás, ugye van itt van a Rottpunkt Egyesület Székesfehérváron, ugye meg a Székesfehérvárhegy és Hegymászó Sportklub, ugye az SHSK, és ők azok, akik kifejezetten inkább a sziklamászásos vonalat képviselik, vagyis hát most már ugye a Rottpunkt az ugye itt a sportmászásban is aktív, de hogy akit ez jobban érdekel, ő feléjük szoktuk irányítani, illetve most már idén lesz már nekünk is ilyen alapfokú sziklamászó tanfolyam keretünk, mert az egyik edzőnk az tarthat ilyet, és ő érdeklődik ebbe az irányba, és akkor most ott is elindul. Tehát most egy kicsit így vegyül, de általában mondjuk, akit jobban érdekel a sziklamászás, abba az irányba tereljük őket. Alapvetően egy falmászónak, egy kezdő falmászónak milyen készségeket vagy képességeket kell elsajátítania? És mondjuk az mennyire szokott nehéz feladat lenni, hogy egyáltalán a két kezével meg tudja tartani a testét, mert számomra ez például teljesen kivitelezhetetlen. Nagyon nagy kihívás. Én azt gondolom, hogy én 2007-ben kezdtem el egyébként én mászni, akkor valami 95 kiló körül voltam, és szerintem ugye ilyen oldal irányba még ott kint a Fekete-hegyen az akkori Red Rockba, és szerintem egy métert vagy kettőt, ha tudtam mászni, és kész leestem, el voltak durranva az alkarjaim. Egy nagyon intenzív, mi csináltunk is évekkel ezelőtt olyan játékot, úgymond, hogy 10 percet kellett tölteni a falon, és hogy kibír 10 percet tölteni a falon, de olyan, aki ugye sosem mászott, vagy ilyen egyszer-kétszer volt. És azért az a tapasztalat, hogy az emberek 90%-a nem tud 10 percen keresztül mondjuk folyamatosan mászni, vagy csak egyáltalán megállni a falon, úgyhogy ő tartsa magát. Tehát, de nem gondolom, hogy egyébként ez bármilyen korlátozó tényező lenne, ez inkább arról szól, hogy nagyon gyorsan lehet benne, nagyon intenzíven lehet benne fejlődni. Nagyon látványos eredményeket lehet elérni, és erre nekünk nagyon struktúrált edzéstervünk van, amivel építjük fel a kezdő mászóinkat. Én sokkal inkább azt látom benne, hogy a motiváció legyen meg. Kétféle ember van. Van, aki rákattan, és meglátja benne a szenvedélyt, és van, aki meg abszolút elidegenik tőle, mert ugye azért mászunk, kopik a bőr, a mászócipőnek kisebbnek kell lenni, mint a lábunk, tehát nyomja a cipő a lábunkat, tehát ezek ilyen magnéziaport használunk, ugye van, akinek az nem annyira tetszik, hogy most ott poros lesz a ruhája, mit tudom én ugye ettől, már pedig ez ilyen. Tehát, hogy van, aki erre rákattan, őket ez nem érdekli, és ők másznak, és akkor nagyon szépen fejlődnek. Akinek meg ez probléma, hogy most lekopik a bőre, hólyagok keletkeznek rajta az elején, az meg úgysem ezt a sportot választja. Nyilván azért a gyerekek a mászásra hamar, ők talán a leghamarabb. Abszolút. Rá. Így van, azért is foglalkozunk, ugye mi óvodás, középső csoportos kortól már a gyerekekkel szépen fölfele korosztályunként, és hát igazából náluk lehet ezt a legjobban átvinni, hogy nekik végre van egy szabad területük, ahol ugye megélhetik ezeket a dolgokat. És ugye persze minél fiatalabban, annál játékosabban működik ez az egész. Az idősebbek már azért belekostolnak abból, hogy na milyen akkor egy ilyen úgynevezett kunst, egy ilyen boulder feladat, amik majd a versenyeken is vannak. De ugye nem mindenkit versenyzésre ösztönzünk, hanem egyszerűen csak egy hihetetlenül egészséges sport, gerinc problémákra, meg rengeteg ilyen típusú kihívásra ad választ egyébként. Ha már említetted azt, hogy felkerült az olimpiai játékok programjára a falmászás, akkor beszéljünk a versenyzői gárdátokról. Hányan vannak ők, hányan vagytok? Annak tükrében, vagy hát annak fényében, hogy olimpiai sportágá válik a falmászás. Hát igazából most pont most számogatom, mert pontosan én sem szoktam tudni, de hogy 12 versenyzőnk van jelenleg, akik aktívak, és van egy ilyen nagyon picike kis korcsoportunk, ott ilyen 4-5 gyerkőc van, akik majd jövőre mehetnek csak lényegben minikorosztályba, de már ugye annyival előbb elkezdjük a felkészítésüket, hogy tulajdonképpen mire ők oda kerülnek, nagyon ügyesek is lesznek, és általában hál' Isten ez jellemző is a mászóinkra, hogy a minibe, gyerekbe és serdülőbe is nagyon erős eredményeink vannak. Ugye most vannak ott, mint ahogy a Réka is már a nyílt kategóriában, hogy most már ott is tudunk eredményeket hozni, tehát hogy szépen így feltöltjük a rendszert, és
Hát, hogy most itt magyarországi szempontból az olimpia az mennyire realitás. Van olyan versenyző, aki nálunk kezdett el mászni, nálunk kóstolt bele a mászás világába, úgymond jó pár évig nálunk is mászott, és utána most Budapesten edz. Ő nagyon szép nemzetközi eredményeket ér el. Hogy most ő nála hogyan alakul majd ez, azt nem tudom, de neki szurkolunk egyébként, hogy legyen köze az olimpiához, vagy legyen olyan fehérvári, vagy legyen olyan magyarországi mászó. Nagyon kemény a mezőny. Uh-huh. A Rotpunkt versenyével kapcsolatban Amonyi Gábor nyilván beszélt arról a bejátszásban, hogy dupla akkora falfelület áll rendelkezésükre az önkormányzat támogatásának köszönhetően megújult a falfelület, és hát remények szerint még nagyobb falfelület épülhet majd ki. Nálatok egy tekintetben mi a helyzet, mennyire fértek el a jelenlegi helyen, és egyáltalán mik a terveitek, lehetőségeitek? Hát a lehetőségeinket azokat folyamatosan keressük. A hely az igazából most már ilyen négy éve vagyunk talán itt, ez most ugye a harmadik helye a mászóteremnek, mert ugye kezdtük a Fekete-hegyen, aztán voltunk a Gombóc-Leső utcában, és akkor most itt vagyunk. Én kinőttük egyébként, tehát hogy abszolút kinőttük, dolgozom rajta, hogy találjunk nagyobb helyet. Hát ez nem kevés beruházás, főleg azért nem, mert akkor már olyan helyet építenénk, ami azért sokkal inkább ilyen nemzetközi barát. Most nem azt mondom, hogy egy nemzetközi versenyt meg tudunk tartani, mert az irdatlan nagy összeg, de az, hogy egy színvonalas, mondjuk ilyen úgy nemzetközi, hogy egy ilyen régiós kupát, arra abszolút szeretném, hogy alkalmas legyen. Hát itt nagyon sok számít tőkebevonásban, hogy hogyan tudunk ebbe partnereket találni, illetve hát, hogy nekünk is majd, hogy állnak rendelkezésre a saját forrásaink, de a tervek megvannak, én nagyon szeretném ezt az idejében, vagy a jövő évben előrelépni ebben, hogy hát tovább lépünk egy nagyobb helyre. Minden esetre egyre népszerűbb a falmászás Fehérváron, ez egyébként országosan is így van e tekintetben valamelyest különleges sziget Székesfehérvár? Én azt gondolom, hogy Budapesten abszolút, de hát 2007 vagy 2009-től csináljuk mi a mászótermet igazából, akkor vettem én át, és én látom, hogy ilyen gombamód nőttek ki a mászótermek mondjuk Budapesten. Van az országban is elszórva néhány, most pont Győrben fejlesztettek, ott most szerintem, hogy négyszer akkor vagy háromszor akkor a mászóterem van, ugyanilyen bulderterem, mint a miénk. Ők most pont fejlesztettek egy nagyot, és kétszintesre megcsinálták, és tényleg egy ilyen pesti teremmel simán felveszi mondjuk színvonalban a versenyt, de egyébként ilyen kis lokál, tehát egyébként egy ilyen különlegesség vagyunk ilyen szempontból, mert egyébként itt a környéken, meg úgy egyébként akár most megyeszékhelyeket nézek, vagy nagyobb városokat, nincsenek mászótermek. Nagyon kevés van, ami főleg olyan, ami mondjuk úgy működik akár, mint a miénk, vagy olyan múltja van neki, pláne olyan versenyzői gárdája, nem jellemző egyáltalán. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy különleges az, amit Fehérváron van. Én nagyon emlékszem rá, hogy mikor ott annak idején elkezdtük, és volt egy ilyen 20-30 fős mászó csapat, akik ott táplálták azt a helyet, és akkor így elkezdett növekedni, hogy akkor nekem nagy álmom volt az, hogy itt a városban legyen egy ilyen erős közösség. Én azt gondolom, hogy ez most, hál' Isten, most már duplán is valósul, hiszen a Rotpunkt is ezzel a nagy fallal sokkal több ember tud befogadni, sokkal többen tudjanak belekóstolni, és így végre egy ilyen, talán elérünk egy ilyen kritikus tömeget itt a városban ezzel, hogy ezen ismerik a mászás. Már jó pár éve egyébként nem kell elmagyaráznom, hogy mi az a falmászás, de emlékszem, az elején még el kellett magyarázni, hogy mi az. Hát további sikereket kívánunk nektek, és még sok ilyen falmászós hétvégét és hétköznapokat. Köszönjük szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőink, ennyi fért ma a Bajnokok városába. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!